Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük fennálló énekkel, a 151-es énekünket énekeljük. A 151-es énekünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Helyünket elfoglalva, dicsérjük Istenünk nevét a 84. Zsoltár első és harmadik versét énekelve. A 84. Zsoltár első és harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk Istennek igéjét, amely írva van a Máté evangéliuma 5. fejezetében, az 1-től a 12-ig terjedő versekben. Ezt az igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg figyelemmel. A Bibliaolvasó vezérfonal szerinti új szövetségi szakaszt olvasom, amely erre a napra lett kijelölve, Máté evangéliuma 5. részének 1-12 versét. Amikor Jézus meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg az ige olvasását, hallgatását és befogadását. Gyertek, boruljunk le Urunk előtt, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy több hét kihagyás után újra együtt lehetünk a templom csöndességében, közösségben lehetünk veled és egymással. Még ha a körülményeink nem is olyanok, mint ezelőtt voltak, de hisszük, Urunk, hogy Te kész vagy arra, hogy most is ellásd bennünket tanáccsal, útbaigazítással, hogy azt a hűs forrásvizet ad nekünk, ami szükséges ahhoz, hogy mi, a mi életünk megéledjen, erősödjön, a mi reménységünk és a mi hitünk újra erős lánggal lobogjon. És köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd mindenkor elvégzi a maga munkáját. Áldunk és magasztalunk Téged azért, hogy az elmúlt hetek folyamán is végezted közöttünk a Te munkádat, hiszen oly sok lelki táplálék volt az, amit mi magunkhoz vehettünk, a technika vívmányai által is, a világhálón keresztül is. És köszönjük Neked, Urunk, hogy nem feledkezel el rólunk. És hisszük, hogy a mi bajainkban, a mi nyomorúságainkban is velünk vagy. És látod a mi keserveinket, kínlódásainkat is. És áldunk és magasztalunk Téged, hogy e napra is elkészítetted a Te igédet, és mi élhetünk ezzel gazdagon. A Te ajándékaid készek arra, hogy mi elfogadjuk azokat, és azok ír és gyógyító erő legyenek számunkra. Ezért kérünk, hogy áld és szenteld meg most a mi közösségünket, a mi együttlétünket. Addurunk, hogy a Te igédet be tudjuk fogadni, hogy ne keményedjen meg a mi szívünk, hanem teljes nyitottsággal tudjuk fogadni mindazt, amit erre a napra elkészítettél számunkra. Áld és szenteld meg együttlétünket, és hallgass meg a mi könyörgésünket. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük testvéreim a 164. dicséret első versét. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, Te szent igéd hallására. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva van egyrészt a már felolvasott igerészben Máté evangéliuma 5. fejezetéből, és ehhez olvasom még a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 7. versét, ahol ezt olvassuk.
Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Eddig az olvasott ige. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az Isten tiszteleten, amit több hét kihagyás után most először tartunk itt a templomunkban. Nem a megszokott körülmények között, mert az ülésrend is más, és kérnék is mindenkit, hogy ha folytatódik majd így az Isten tiszteletünk, akkor mindenki figyelje a sárga cetliket, mert azok a kijelölt helyek. Azon kívül mindenkinek védőmaszk van a száján. Ezek is hozzátartoznak azokhoz az óvintézkedésekhez, amiket a Országos Közegészségügyi Hivatal tett. És reméljük, hogy majd még jobban fellazítják ezeket a rendelkezéseket, amikor majd a járvány teljesen lecsörög és véget ér. Hiszük, hogy Isten megadja azt, hogy újra együtt lehetünk idős testvéreinkkel is, a Isten házában, gyülekezeti közösségben. De azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaltuk azt, hogy milyen az az állapot, amikor templomok zárva vannak. Ugyan a világhálón keresztül sok mindenkihez, lehet, hogy még több emberhez elért az ige és az ige hirdetések, de mégiscsak számunkra egy nem megszokott állapot volt ez. És megvallom őszintén azt is, hogy az első vasárnapok számunkra, a lelkipásztorok számára furcsák voltak és elég nehezen teltek, mintha nem tudtunk volna mit kezdeni magunkkal. Most pedig örülök annak, hogy itt vagyunk újra együtt, és türelmet és megértést kérek mindenkitől. A járvány minden veszélye és következményének szomorúsága mellett az Isten reménységben élő népe új megtapasztalásokra és új felismerésekre juthatott. Azt gondolom, hogy senki előtt nem kétséges az ige igazsága, amit Pál apostol mond a rómaiakhoz írott levélben, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Igen, ezt így kellett meglátnunk és tapasztalnunk az elmúlt hetek folyamán is, hiszen, ahogy mondtam, tele lett az internet a világháló Isten igéjével. Talán így még többen hallották az igét, az evangéliumot. És a televízió, elnézést, televízió és a rádió is sokkal több vallási, lelki tartalmú adást közvetített és sugárzott, mint ami a megszokott. De a lelkipásztoraink és az örvendetes keresték a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet hathatós módon eljuttatni az evangéliumot a gyülekezeti tagokhoz, a hívekhez. És az is megemlítést érdemel, hogy lehet, hogy talán több lelki gondozói alkalom volt így, mint máskor. Ami mindennapi futásunkban arra panaszkodunk, hogy, és ez való igaz, nincs idő eljutni emberekhez és lelki gondozást végezni. És most pedig rá voltunk kényszerítve arra, hogy átgondoljuk, hogy mit is lehet tenni ilyen helyzetben. És megragadhattuk a telefont. És azon kívül megmutathattuk azt, hogy mennyire tudunk egymásnak segítségére lenni. És még sorolhatnám, hogy mi minden pozitívum az, amit ez a járvány minden negatívuma mellett is hozott. De voltak más jellegű megtapasztalásaink is. Az egyik ilyen talán nagyon komoly, amit így magamban átgondoltam és elemeztem, az, hogy nincs kezünkben a sorsunk. Nem mi vagyunk a saját sorsunknak a meghatározói és alakítói. Sokszor talán azt képzeljük, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mi határozzuk meg azt, hogy mit teszünk, hova megyünk, és mivel foglaljuk le magunkat, és milyenné változtatjuk az életünket, hogyan alakítjuk azt. És függetlenül attól, ez a vírus okozta járvány hogyan alakult ki,
Azt mondhatjuk és észrevehető, hogy egy pillanat alatt összedőlhet, elveszhet mindaz, amit magunknak felépítettünk. És hogyha ez így van, akkor föltehetjük a kérdést, hogy mi az, amire nekünk életünkben összpontosítani kell. Ezek közül többen bizonyára tudnának sok mindent felsorolni. Ilyet, hogy család, a békesség, az összetartozás mennyire fontos, az összetartás mennyire fontos. Vagy lehet, hogy valaki eljutott annak a megfogalmazására is, hogy talán egy kicsit puritánabb módon kellene élnünk. Talán egy kicsit visszafogottabban kellene élni a mindennapjainkat. Hiszen az utóbbi időben már azt vettük észre, hogy szinte mindenünk van, és minden lehetőség kitárulkozik előttünk, és hirtelen jön egy járvány. Ki tudja, hogy a világ többi embere eljutott ezekre a felismerésekre, és magába száll le. Én nagyon hiszem, hogy ez így lesz. Vagy az is felvetődött bennem, hogy talán alig várja a világ, hogy ismét belevethesse magát a világ zajló folyójának árjába. Mert ha mindez elveszhet, amit mi magunknak megalkottunk, ha mindez tönkre mehet, amivel körülvesszük magunkat, akkor ez mégsem tesz boldoggá bennünket. Mert észrevehető az, hogy a boldogság nem olyan eseményeknek az egymás utánisága, amely miatt jól érzem magam. Jól érezhetem magam egy kiadós vacsora után is, vagy akár egy baráti beszélgetés után, vagy akár annak közepette, amikor együtt vagyunk, és jó témák vetődnek föl, és azt mondjuk a végén, ez most jó volt. De jól érezhetem magam egy nyugodtan átaludt éjszaka után is, amikor kipihenem magam. Viszont a boldogság az más. A boldogság az egy állapot, amely semmiféle körülmények között nem múlik el. Eszembe jut Pálhegyi Feri bácsinak, egy pasztorál pszichológusnak az előadása. Pálhegyi Ferenc, ő gyülekezeti hetünkön is részt vett egy alkalommal, és ő vitte végig a napoknak az előadásait. A pasaréti gyülekezetnek volt a tagja. És házasoknak a összejövetele alkalmával a kollégiumban néztük meg ezt az előadást, amikor azt mondta, hogy megkérdezett egyszer egy fiatal párt, hogy miért akarnak házasságot kötni. És az ifjú pár azt mondta, azért, mert boldogok szeretnénk lenni. És ő azt válaszolta nekik, hogy de fiatalok, a Bibliában nincs szó arról, hogy boldogok a házasok. Sőt, a házasság az egy olyan kapcsolat, amikor két ember talán különböző tulajdonságokkal egybe kell, és sok kompromisszum és megbeszélés és kommunikáció által egyenes irányba viszik az életüket, úgy, hogy az a parányi sejt, az a család fejlődhessen és erősödhessen. De a boldogság, erről a Biblia egészen mást mond. Előttünk van 12 igevers Máté evangéliumából, az 5. fejezetből. Tele a boldogságról szóló kijelentésekkel. Jézus ezt az ő tanítványainak és az őt körülvevő sokaságnak mondta, amikor fölment egy hegyre, sokaság követte őt, odaértek a tanítványok is, és elkezdett beszélni. Ez a Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezete. Ajánlom otthon elolvasásra. És ezt a szakaszt nevezük a Bibliában hegyi beszédnek. És tulajdonképpen itt Jézus az Isten népének és az egyháznak mondja mindazt, amit elmond.
És ő nem egy rendkívüli időszak túlfeszített erkölcsi követelményeit tárja itt a hallgatósága elé, hanem pontosan ellentmond Izrael akkori, és tulajdonképpen az egyház mindenkori önigaz és megkövült kegyességének. Ellentmond azoknak, akik annak idején úgy gondolták, hogy ismerik az igazságot, ismerik Isten törvényeit, de mégis tehetetlenek voltak a nép nyomorúságával szemben. Sőt, ezeket a nyomorúságokat ítéletként élték meg, és hirdették is, hogy az, aki beteg, az, aki nyomorult, az, akinek gondjai vannak, az, aki fogyatékkal él, azt az Isten büntetése sújtja. És a törvényeket is a saját szájízük szerint próbálták alakítani és magyarázni, és nem jutott eszükbe, hogy a népnek orvosra van szüksége. És az áldott orvos, Jézus Krisztus pedig eléjük adja azt, ami az ember életének a meghatározója, aminek a vége öröm, békesség, újjongás és jutalom. Hiszen akkor, amikor Jézus ezt elmondja, ezeket a boldog mondásokat, és beszél az üldözésről, és azt mondja, hogy én érettem, üldözni fognak, de örüljetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben. Rámutat arra, hogy az, amit ő eléjük ad, ő miatta, ő érte, és ő általa valósítható meg. És ez érvényes a tanítványokra, akik körülötte voltak, a tömegre, sőt egész Izraelre, és érvényes minden idők egyházára. Mert az, amit Jézus elmondott, az új életben járó ember lábainak a szövét neke kell, hogy legyen. És ezt ő így is kívánja nekünk adni, mint szövét neked, amely világít és vezet bennünket. Van egy ilyen kép az Ószövetségben, hogy annak idején, ha valaki arra kényszerült, hogy sötétedés után, este vagy az éjszaka folyamán utat tegyen meg, akkor a lábára egy úgynevezett szövétneket szerelt, amely tulajdonképpen egy mécses volt, egy olajmécses, és amikor lépett, a következő lépést látta mindig, hogy hova lép. Hát az Isten igéje kell, hogy ilyen szövétnek legyen mindannyiunk számára, hogy lássuk, hogy hova lépünk, hogy mit kell tennünk. És itt van 8 boldog mondás. Ezek tulajdonképpen boldogság ígéretek, mert mindegyik elmond egy magatartás formát, és azután jön egy ígéret. Ha így cselekszel, akkor abból mi következik? Annak mi lesz a jutalma, a következménye? És ezt a 8 boldog mondást ketté oszthatjuk. Az első 4 boldog mondás a jövőre utal. Amikor beszél a lelki szegénységről, arról, hogy aki lélekben tudja, hogy szegény, az rádöbben arra, hogy mindenem Istentől van. Semmit nem én produkálok magamnak. Aztán aki sír, boldog a sírók, az azt jelenti, hogy az az ember, aki látja a saját bűneit, nyomorúságait, és látja a világnak a nyomorúságait, és sírni tud rajta, akkor ez vigasztalást nyer. És boldog a szelídek, azok, akik öröklik a földet, és boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ez az első 4, amely inkább jövőbeni ígéreteket tartalmaz. És van a következő 4, ami viszont a jelenre utal. És itt beszél Jézus az irgalmasságról, a tiszta szívűségről, a béke teremtéséről, és az igazságért való üldözés elszenvedéséről.
A hívő ember a saját cselekedetei által tudja ezeket belevinni, eljuttatni a világba. Hogy mindenki előtt világossá legyen az, hogy így élek, és annak ez a folyamánya. Ezek csodálatos ígéretek. A kérdés az, hogy komolyan vesszük-e mi ezeket a feladatokat. Hajlandóak vagyunk-e az itt felsoroltakat megélni? Kész vagyok-e, hogy én az életemben ezeket megvalósítsam? Irgalmas tudok-e lenni? Tiszta szívvel tudom-e élni a mindennapjaimat? Békességet tudok-e teremteni? És el tudom-e szenvedni az üldöztetést az igazságért? Nem a saját igazságomért, hanem azért az igazságért, amit Isten ad elénk, ami az ő igazsága. Vagy mi is azt mondjuk csak egyszerűen, mint ahogy nagyon sokan teszik, hogy én keresztjén vagyok, én Krisztust követem, mert hiszem, hogy ő teremtett mindeneket, ő általa lett minden, és így élem az életemet, de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy hogyan kell őt követni, vagy mit akar tőlünk. És a keresztény létről is esetleg annyit tudunk, hogy el kell menni a templomba. Testvéreim, komoly időket élünk. Nem tekinthetünk a körülöttünk folyó dolgokra könnyelműen. Mert a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, akinek mi valamikor fogadalmat tettünk, vagy akár meg is újítottuk valamikor a mi fogadalmunkat, talán egy-egy nehéz élethelyzet alatt, vagy következtében, amikor azt mondtuk, hogy mostantól, most már én ezt az utat fogom járni. Ez az Úr menteni akar életeket a kárhozattól. És ott vannak körülöttünk azok az emberek, akiket ő meg akar menteni. A semmittevéstől, a semmire való élettől, attól az élettől, amely csak elmúlatása az időnek. Ezért szólít meg minket, mint oly sokszor már talán megszólított életünkben, hogy a boldogság keresésében először őt keressük, aki azért jött, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. És emellett készek legyünk a bizonyságtétere őróla, és az ő kijelentései alapján mindarról, aminek be kell következnie világ életében. Talán rá sem döbbentünk még arra, hogy mennyi előnyünk van a világ fiaival szemben, mert nekünk tisztában kell lennünk azzal, hogy mi van ebben a világban, miért van ez a világ, és mi következik erre a világra. Tisztában kell lennünk azzal, hogy vannak dolgok, amik végig fognak futni a világ életében. Ha csak Jézusnak a tanítványaihoz intézett kijelentéseit vesszük, amikor megkérdezték, hogy mikor lesz az idők vége, és mik lesznek azok a jelek, akkor Jézus elősorolta. Hallottok majd háborúkról, egyik nemzet másik ellen támad. Hallottok járványokról, katasztrófákról, földrengésekről. Apa fiú ellen és fiú apa ellen támad. Ennek szomorú példáját láthattuk most az elmúlt napokban. Az ismert színész Szilágyi Istvánt a saját fia vert agyon. Látjuk mi azt, hogy mi van a világban valójában? Ezért szólít fel a zsidók levelének írója is, mi nem csak ezen a helyen, a zsidók levele 4. részének 7. versében van megírva, hanem előtte is, utána is, több igerészben olvashatjuk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ezzel Isten fel akar készíteni bennünket arra, hogy bármilyen körülmények is jönnek, bármi is adódik az életünkben, mi készek legyünk megragadni azt, amit Isten kínál nekünk. Amit ott a boldog mondásokban is olvashatunk, hogy minek mi a folyamánya, következménye. Isten elénk ad egy életutat, aminek kapcsán ő ígér valamit. És ragadjuk meg azt a lehetőséget,
hogy mi Jézus Krisztus által Isten gyermekei lehetünk. Ragadjuk meg azt a lehetőséget, hogy elmondhatjuk másoknak is, hogy miben gyökerezik a mi keresztény létünk és életünk. És örvendezünk annak hálás szívvel, hogy Isten kiválasztott gyermekei lehetünk, akiket elhívott, hitben megerősít és szolgálatba rendel bennünket. Nem tudjuk, hogy mennyi ideje van ennek a világnak. Azt sem tudjuk, hogy kinek mennyi ideje van. De vegyük meg áron is az alkalmakat. És hálásak lehetünk azért, hogy most itt együtt vagyunk, hiszük, hogy ezt tovább folytathatjuk, hogy egymást is erősítve tudjunk helytállni ebben a világban, és tudjuk hirdetni azt az evangéliumot, amely az életnek és az örök életnek az evangéliuma. Isten ebben az igyekezetünkben áldjon meg bennünket kegyelmével és szeretetével. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk minden adományodért, a te megtartó kegyelmedért és szeretetedért. És köszönjük, hogy a te igéddel most is nyitogatod a mi szemeinket. Megvalljuk, hogy milyen sokszor el vagyunk a mi saját dolgaink közepette. Megvalljuk azt is, hogy olyan sokszor, amikor olvasásra szánjuk magunkat, átfutjuk a te igédet. Vannak igerészek, történetek, amelyeket úgy gondoljuk már ismerünk, holott te az igébe csodálatos erőt rejtettél el és adtál, hiszen a Szentlélek által ezek az igék ír és gyógyító erő lehetnek számunkra. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a világ történései közepette a te népedet megtartod a te igéd által, és hitáltal igazgatsz mindeneket. Köszönjük, hogyha ez a mi tulajdonságunk is lehet, és a mi lehetőségünk is. Áldj meg, kérünk bennünket, hogy jól átgondolva a mi életünknek a futamát és folyását, te hozzád ragaszkodva tudjunk megélni a mindennapokat. Nem tudjuk, Urunk, hogy milyen idők jönnek, de úgy érezzük, hogy nagy idők nagy hitet követelnek. Erősítsd meg, Urunk, a mi hitünket. És adj nekünk lehetőséget arra, hogy naponként táplálkozva a te igéddel, mint ahogy a testi táplálékot magunkhoz vesszük, úgy vegyük magunkhoz a te igédet is, hogy erősödhessünk és legyen elég olajunk, mint az 5 okos szűznek, akik bemehettek a lakodalmas házba, és ott együtt lehettek azokkal, akik ünnepeltek, vigadoztak. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt a vígságot, ezt az örvendezést, ezt az ünneplést készíted elő. Hiszen azt mondtad Jézus Krisztus által, hogy nálad sok lakóhely van. És Jézus Krisztus azért jött, és azért ment el a mennyei valóságba vissza, hogy helyet készítsen nekünk. Köszönjük, hogyha ez a hely a miénk lehet. És már itt a Földön abban reménykedhetünk, hogy nekünk örök életünk van, és mi mindent az örök életnek a fényében és az örök élet égisze alatt teszünk. Ezért kérünk, hogy áld meg és szenteld meg a mi közösségünket, áld meg, Urunk, ezt a teremtett embervilágot. Urunk, nagy szükségünk van a te segítségedre, könyörülj rajtunk. Könyörülj a társadalmakon, könyörülj a népeken, nemzeteken, akik harcolnak ezzel a járvánnyal. És könyörülj, Urunk, mi országunkon, könyörülj a mi magyar népünkön, itt a Kárpát-medencében, hogy fegyelmezetten tudjuk venni a mindennapokat. Áldj és szentelj meg bennünket, és áld meg, Urunk, a mi egyházunkat, gyülekezetünket. Áld meg a mi otthonainkat a te békességeddel. A te szereteted ne távozzék el tőlünk, és ne távozzon el azoktól sem, akik gyászban járnak, vigasztalanok, te vigasztald őket.
A magukra maradottakat is te hordozd, Urunk, a te kegyelmeddel, és add, hogy segítő kezet tudjunk nyújtani mindenki számára. Áld és szenteld meg, Urunk, a mi szeretteinket. Nekünk is, a mai napra is, és a reán következő napokra is, te adj elegendő táplálékot, lelki táplálékot, hogy meg tudjuk futni az előttünk levő küzdőteret. Így áld és szenteld meg a mi együttlétünket, és hallgass meg a mi könyörgésünket a Jézus Krisztus nevében, aki így is megtanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megemlítem még testvéreimnek az adakozás szolgálatát, nem feledvén, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Most fogadjuk Isten áldását. Legyetek áldottak és boldogok az Úr Jézus követésében, aki majdan azt mondja a jobb keze felől állóknak: gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Amen. Isten áldjon meg mindannyiunkat, és befejezésül pedig énekeljük a 84. megkezdett Zsoltárunk 6. versét, az utolsó verset. A 84. Zsoltár 6. verse így kezdődik: mert minékünk fényes napunk az Isten, és mi pajzsunk.